Új teremtés. Zsidóknak 4:12. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek, lélek értelem, érzelem, akarat és léleknek, szellem az ízeknek és a velőknek, test megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Az Isten igéje több mint egy könyv, élő és ható. Isten kijelentett beszéde. A betű megöl, csak egy írott szó. A szellem megelevenít. 2. Korintusi 3.6 hat. A hatása nem abban tapasztalható, hogyan tudom a világra rábizonyítani, hogy bűnös. Mert ez a kárhoztatás szolgálata, ez volt az Ószövetségben. Ma a megigazítás szolgálata zajlik. Az Isten élő és ható igéje abban működik, ahogyan meggyőződsz a megigazultságodról, és arról, hogy a világ is megvan van igazítva. Apostolok cselekedetei 17.31. Mivel, hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld igazságban, görögül dikájó szűné megigazultság, egy férfiú által, akit arra rendelt bizonságot tévén mindenkinek, azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Istennek a szemlélete ez. Ő így megigazultságban ítéli a világot. Akkor működik valóban az Isten szava igéje, amikor megigazultságban ítéled magad és a világot. Csak meg szeretném jegyezni, úgy is használhatod a Bibliát, mintha csak egy könyv lenne, sőt, akár úgy is, akár egy bunkós botot, amivel meg lehet embereket ölni, depresszióba kergetni. De Isten igéje élő és ható, tehát elválasztja a szellemet a lélektől. A bukáskor az történt, hogy az ember test és lélek lett, elfordult a szellemtől. Onnantól kezdve az egész világról való látása, az önmagáról való látása elmebeli, a testéből, lelkéből származó elképzelések halmaza lett. A bukáskor az ember egy lelki dimenzióba lett bezárva. De amikor halljuk az élő és ható igét, akkor a szellemi dimenzió kezd megnyílni bennünk. Elkezdjük valóban felfedezni a belső embert, a szívnek elrejtett emberét, azt, akik vagyunk. Vannak, akik azt mondják, hogy mi nem Krisztus központú evangéliumot hirdetünk, hanem ember központút. Ez abból a szempontból igaz, hogy Jézus szemében az ember volt mindig is a legfontosabb. Amikor a Krisztus evangéliumát mondom, akkor az embert teszem a középpontba. Ugyanis, ha valóban Krisztus vagy Isten van a középpontban, akkor ha belenézünk a szívébe, meglátjuk, hogy ott az ember van. Ott magunkat fogjuk találni, mert mi vagyunk az ő szeretetének a fókusza. Kereszténységnek az a baja, hogy Krisztusban nem találta meg önmagát. Krisztus azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Nem azért, hogy önmagát keresse meg, és nem azért, hogy megtaláljuk őt. Krisztus keresése lehet az eszköz, de azért őt, hogy megkeresse, ami elveszett, és hogy mi is rájöjjünk arra, kik vagyunk. Amikor az élő ige hat ránk, akkor a lelki emberből szellemi ember lesz, kezdi magát annak tapasztalni, aki. Zsidóknak 5, 13, 14. Mert mindaz, aki teljel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig keményeledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Amikor nem szellemben járunk, akkor tapasztaljuk, hogy hiába vagyunk hívők, idegesek leszünk, megharagszunk, elkeseredünk. Miért? Mert még lelki módon élünk, nem vagyunk jártasak a megigazultság beszédében. Mert tudod, hogy nem test és lélek vagy, hanem olyan vagy, mint Jézus. Ez a lényeged, az eszenciád. Ezért nagyobb benned az erő, a belső embered kezd hatással lenni a lelkedre, a testedre és az érzéseidre. Így megjelennek a jó tulajdonságaid. Krisztus nem látható, de kiábrázolódik benned minél inkább átveszi a szellemed az irányítást. Efezusi 4.22. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való úembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Ez benne van a núszodban, ami a szellem értelme. Görögül núsz, szív, szellem felfogó képessége. A régi embert levetni és felöltözni az újat. Az ember az antroposz, anatroposz, ana felülről, troposz, életforma, életstílus, viselkedés. Az ember egy felülről való életforma. Meg lett teremtve ez a föld, ez a világ, és ebből Isten létrehozott egy testet, amiben szellemet lehet, ezen keresztül a fent való létformát mutatja be. Igaz, hogy a teremtés formájába zárva, de az jelent meg, ami Istenre jellemző. Ezért jött el Jézus, akiben az Istennek a teljessége volt. Kolosszai 2.9.10 Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Krisztus megmutatta, hogy ez az Istenség teljessége, sőt az emberség teljessége is. Ahogyan ő van, az antroposz. Amikor arról beszélünk, hogy olyan vagy, mint Jézus, az nem egy elrugaszkodott állítás, mert ez az alap. Ez nem vallási standard, és nem is lehet elérni igyekezettel és vallásos cselekedetekkel, hanem egyszerűen erre született az ember. Minden ember. A baj az, hogy megvakultunk, eltávolodtunk és elfelejtettük, de ahogy felismerjük, tapasztalni fogjuk magunkon. Efezusi 4.24 és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett megigazultságban és valóságos szentségben. Görögül enduó felöltözik, felvesz magára belesüljedni. Gyakorlatilag bennünk van Krisztus, ez az új teremtés, és az, hogy felöltözött Krisztust, annyit jelent, hogy belesüljedek, és teljesen megszűnik az ember, amiben vagyunk, azzal leszünk. Isten országa bennünk van, és ilyen módon jön felszínre. A felöltözésnek a lényege a belesüljedés Krisztusba. Ilyenkor azt kérdezzük, hogy mit tehetnénk valami értékeset és előrevivőt, mert azt gondoljuk, hogy a felismerést muszáj, hogy kövesse valamilyen cselekedet. Ez azt jelenti, hogy magunkra még mindig úgy gondolunk, mint aki a cselekedetek által akar elérni valamit. Isten országa beléd van építve, ennek kell kibomlania, és akkor kibomlanak a funkciói is. Követni fognak a cselekedeteid, de gyümölcsök lesznek, és nem fizetségként fognak megszületni. Mit jelent az, hogy újak vagyunk, hiszen ugyanabban a testben maradtunk? Római 6.6. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Isten tehát egy teljesen új természetet adott az embernek. A régi természetét a keresztre feszítette, és helyette a saját természetét adta az emberbe. Ez egy akkora változás, amit sokáig nem is értettünk. Péter második levele 1 -3. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesei legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Jakab azt mondja, hogy akkor kísértetünk, ha von bennünket a tulajdon kívánságunk. Isten azért adta az ő természetét nekünk, hogy kikerüljük a romlottságot és a kívánságokat. Jakab 1.14 hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Mivel Isten teljesen megtisztította az embert, és elvette belőle a régi természetet, most már képes kikerülni a romlottságot. A kívánságok pedig addig erősek bennünk, amíg rá nem eszmélünk arra, hogy kik is vagyunk Krisztusban, mi az identitásunk. Amikor megértjük, felismerjük, hogy a mi természetünk ugyanolyan, mint Istené, mert az ő természetének a részeseivé váltunk, akkor el fog múlni a romlottság érzése és a kívánságok listája. Ez az Isteni megoldás az életünkre. Ha Isten nem cserélte volna ki a természetedet, akkor állandóan azt éreznéd, tenned kell valamit, hogy Isten elfogadjon vagy szeressen. Ő teljesen másként lát bennünket, mint ahogyan mi látjuk önmagunkat. Ő az új embert látja azt, aki valójában vagy. Úgy tekint rád ránk, mint az ő képére és hasonlatosságára. Gyönyörködik bennünk. Úgy gondolj te is magadra, hogy Isten gyönyörűsége vagy. Ez nem függ a cselekedeteinktől, ahogyan már tisztáztuk az előzőekben. Isten szeretetét kell magunkban legbelül éreznünk. Amikor valaki hallja az igaz evangéliumot, akkor felfedezi, nyilvánvalóvá válik a számára, hogy ezt a szeretetet, tisztaságot, ami az övé Krisztusban, nem tudja cselekedetekkel elérni. Ha a vallás folyamatosan nem erőlteti a jó cselekedeteket, akkor elmúlik a kényszer az emberből, hogy a bűnös voltát kiváltsa és Isten elfogadását, szeretetét megszerezze mint egy vallásos program, menekülési terv, bele van ültetve az emberekbe. De Isten nem az áldozatodat nézi, nem az imáidat, bőtöléseidet, cselekedeteidet, hanem Jézus Krisztusét. Az ő tette miatt van meggyőzve az ártatlanságodról. Természetesen mindenki tudja, ha valami rosszat tesz vagy rosszat gondol, az nem helyes. Sőt, azt is tudjuk, hogy azokkal Isten nem ért egyet. Isten nem pártolja a bűnt. De mindaddig, amíg nem vagy tisztában az identitásoddal, addig nem tudod elhagyni, nem tudsz megszabadulni tőle. Amíg csak azt hallod, hogy bűnös vagy, ez is, az is tilos, addig a törvény alatt vagy, és nem a kegyelem alatt. Abban a pillanatban, amikor rádöbbensz a valódi lényedre, amit Isten is lát benned, az új természeted szabadságot kap, és megváltoznak a cselekedeteid. Ez a világosság szétárad benned, inspirálni kezd a jó cselekedetekre. Pál életében nagyon világosan látszik, hogy rengeteg nehézségen ment keresztül, de a benne lévő világosság a saját identitásával kapcsolatos meggyőződése olyan stabil volt, hogy mindezeket félelem nélkül élte át. Az ő referenciája az volt, amit Isten hit róla, és nem az, amit, ami őt körülvette. Nem az, amit megtapasztalt, Ebben a fizikai világban.